És akkor itt is vagyunk a szigorlat helyszínén, a Kétfarkú Kutyapárt EP lista vezetőjeli Marietta vendégünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Illetve Jó a ma reggel kérdező társunk pedig Tarné Kristóf újságíró. Szervusz, Jó reggelt! Igen, nyilván ugye a európai parlamenti választásokról fogunk nagy részt beszélni, de azért nyilván a hegyvidéki előválasztásra azért célszerű, hogy, 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 hogy kézenfekvői reagáltassuk. Mm. Igazából nekem a fő kérdésem az, hogy... Az, hogyha most egy ilyen speciális ö, forgatókönyv szerint is, mondjuk egy ilyen távolságtartóbb módon, de valamilyen módon mégiscsak koordináltak vagy kooperáltak a más ellenzéki pártokkal, ez egy, ö, egy kivétel, amiben kicsit, mintha bele is remegett volna a párt, vagy ez inkább egy precedens? És ezután, a siker után, ennek lehet esetleg később az az eredmény, hogy máshol is történik esetleg hasonló kooperáció? Bocsánat, egy zárójelet hagyni nyissak itt, hogyha a nézőink nem ezzel kelnek és fekszenek, akkor ugye kiderült, hogy az előválasztás. Igen, bocsánat, igen. Kovács Gergen nyerte meg a szavazatok több mint 61%-át szerezve meg. A Momentumos jelölt meg ugye a harmadik lett, és viszonylag magas 14%-os részvétellel előválasztáshoz képest magas. Így van, így van. Kovács Gergely nyerte az előválasztás, úgyhogy volt is nagyon ünneplés tegnap este. Ez öh, <coughs> egy olyan dolog, hogy minden egyes alkalommal ezt külön fogja megfontolni a párt, hogy belemegye bármilyen egyeztetésbe. Ez egy különleges helyzet volt azzal a kapcsolatban, hogy teljesen más típusú előválasztási <coughs> egyezmény volt, tehát hogy most Kovács Gergely lesz mindenkinek a közös jelöltje, és nincsen semmilyen más alkú. De bocsánat, itt ugye arról is volt szó, hogy azt hiszem, hogy 12-ből 8 helyen a kutyapárt indít jelölt, és akkor a, a, többi párt logója ugye nem fog szerepelni. Ilyen. Többi kerületben mi lesz, vagy a többi területen ott mi lesz, hogy ez hogy kell, hogy lesz akkor? Ilyenről még nincsenek Aha. részletek, úgyhogy erről Aha. nem tudok mit mondani. Ö, ugye viszont azt azért jelenleg úgy tudjuk, hogy a Mi Hazánk Mozgalom és Kendenai János személyében az LMP neve is ott lesz, mint választható opció majd június 9-én. Így van, így van, de az a fontos, hogy Kovács Gergelyre kell szavazni. Jó, hát akkor szerintem... De, de lépjünk tovább, vagy, maradjunk? Én, már LP-ről kérdezek, Jó, nem tudom, hogy okay, van-e még ezek. Az Jó, ugye én múlt hét pénteken olvastam egy interjút a négy-négy en és ott arról beszélt, hogy Brüsszelbe ment egyeztetni. amit én nem teljesen értettem, hogy az Európai Kalózpártnak ugye önök megfigyelő aminek, ha jól tudom, ugye tavaly novemberi weblapikon közzétett bejegyzésük alapján, annak is tervezik, hogy legyen európai parlamenti frakciója. Illetve ehhez képest ugye azt is mondta, hogy a európai zöldek frakciójával is vannak valami fajta tárgyalásban, hogy akkor ha a kalózpártnak is lenne frakciója, akkor egyrészt erre miért van szükség. Említett egy harmadik párt családot is, akivel még egyeztetnek, hogy, akit nem nevezetnek, hogy ez kicsoda, és hogy végül is igazából mi a döntés, tehát hogy kihez ülnének be, hogyha ön, illetve a többi előtt bejut végül is az Európai Parlamentbe. Igen, azért voltunk Brüsszelben, hogy ezt a párcsalás témát elemezzük. Ott volt velem Törlei Katalin és Juhász Veronika is, akikkel együtt találkoztunk a zöldekkel és külön a kalózokkal is. Ugye ez úgy működik, hogy a, a kalóz párt a zöld frakción belül ül, és ö, egyébként közvetlen a zöldekhez is lehet csatlakozni, de a kalózokon keresztül is. És mi most ez igazából is a plusz pár családdal való egyeztetés révén is annak tettünk eleget, hogy a tagság úgy döntött, hogy ezt a lehetőséget megfontolja, hogy pár családhoz csatlakozzunk. De akkor ez még nincs eldöntve, hogy mi? Nincsen melyik... még eldöntve ugyanebből az interjúból idéznek, azt mondja ön, hogy ennek az országnak nem messiásra van szüksége, hanem több ezer eltökért szarlapátolóra. Ez az eltökért szarlapátoló megütötte a szememet, tehát a magyarok a hatodik legtöbbet dolgozó nemzet az Európai Unióban, tehát hogy még mire várna ön, vagy mit várna a magyaroktól, vagy kik ezek az úgynevezett szarlapátolók? Igazából itt ugye arról van szó, hogy a Kutyapártnál abszolút a közösségépítésre helyezzük a hangsúlyt, és ezt szerettem volna hangsúlyozni, hogy mi nagyon sok olyan munkát végzünk, ami akár adománygyűjtéssel foglalkozik, akár az, hogy helyben közösséget építsünk, mindenki ismeri a járdafestő akcióinkat, tehát hogy az ecsetet a kézbe kell venni, és hogyha probléma van, akkor felhívni rá a figyelmet, vagy részt venni a megoldásában. Igen, pont ezt akartam megkérdezni, hogy azért én egy politikai pártól azt várnám inkább, nagyon szép dolog, hogy járdát festenek, meg zebrát festenek, meg buszmegállókat újítanak fel, de azt várnám egy politikai pártól, hogy a nagy képet lássa, a nagy képet legyen képes értelmezni, sőt alakítani. Szóval önök arra szerződnek, hogy maradnak ezen a civil szinten, akkor is, hogyha komoly politikai erővé válnak? Mi mind a kettőre szerződünk, tehát én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy aktív, cselekvő pártként maradjon meg a kutyapárt az emberek fejében. Ugyanakkor arról is szó van, nyilván én, mint európai parlamenti képviselőjelölt, már foglalkozom a regionális politikának a kérdésével. Ugye erről is uh, sokat beszélek most már, hogy ezzel <kül> szeretnénk foglalkozni, és közvetlen uh, finanszírozást uh, promotálni így az Európai Unión belül. A kutyapártnak egyébként az EU-s programjának a része az is, hogy lesz egy Robin Hood nevű kezdeményezésünk, ahol a magyarok közvetlenül pályázhatnak európai pénzre. Úgyhogy ez a közvetlen finanszírozás, ugye ez jelenleg is van egy ilyen projekt, főleg, hogy a momentumosok igyekeznek uh -huh. ezt erősíteni, hogy önkormányzatok, civil szervezetek kapjanak. Ez, amit önök szeretnének, ez miben különbözne ettől, hát, vagy ennek a volumen -e lenne más, vagy ez mit jelenti? Ez ugyanaz a folyamat, tehát ez még nem kezdődött meg, tehát mi ennek a folytatásába szállnánk bele. Ugye a következő két évben fogják egyébként a kohéziós politikát is újra tárgyalni, tehát ebbe szeretnénk részt venni, és egyébként kifejezetten a civilek, kisközösségek szerepét erősíteni. Ez az a konkrét ígéret, ami, hogyha sikerül bejutatni EP képviselőt, akkor mondjuk a következő ciklusban kézzel foghatóvá teszi azt, hogy mennyire valósítják meg, amit szeretnének, mert ugye azt olvastam, hogy van egy másik is, hogy kutyabarát barát legyen az Európai Parlament, ez ugye nevükből adódóan logikus ígéret, de mondjuk ez lenne egy kézzelfogható ígéret, vagy mi más? Mert ugye az uniós politikával általában a magyar választóknak épp az a gondja, hogy, hogy nem értik, nem látják kézzel foghatóan, hogy az ő életüket miért segíti az, hogy mi ott vagyunk? Abszolút, abszolút. A Robin Hood alap, amit említettem, az úgy fog működni, hogy közvetlenül lehet majd ötletekkel pályázni olyan eu pénzre, amit mi hozunk haza. A kutyapártnak már van egy hasonló programja, ez a Rózsa Sándor kampánypénztékozló alap, ahol szintén kis közösségeknek a projektjeit támogatjuk most már több éve, úgyhogy egy hasonlót fogunk megvalósítani. Egyébként, bocsánat is. csak, már felmerült ez a másik alap, akkor az mennyire volt jó ötlet, hogy azt hallom, hogy mindenféle jó ide lehetett pályázni, viszont cserébe kampányra nem maradt pénz. Ö, az így, az, ez azért kampány alatt egy probléma, hogy nincs pénz. Így van, no, így van, no. számított, számítunk is az embereknek a támogatására. Igazából mi ezt így nem bántuk meg, tehát hogy azért csináltuk, hogy tényleg embereket segítsünk abban, hogy a projektjeiket valósíthassák meg. Tehát onnantól kezdve, hogy strandfelújítás, közösségi házfelújítás, de egyébként nagyon sok macskát is ivartalanítottak ebből a pénzből, tehát hogy, hogy nagyon sokféle projekt ebből valósult meg, úgyhogy ebben azt gondoljuk, hogy amúgy erre van az előre a pártnak. A, nem akarok lenni, de ezek alapján az a kérdés jön fel bennem, hogy, hogy ön kormányzó képes erőnek tartja a magyar két farkú pártot? Lényegében mi világuralomra törünk. Jó, ennek, ennek a, hogy mondjam, a köztes állomásaként ugye volt ez az EP programírásuk, amit ugye az milyen közösségéleggel hirdettek meg, hogy áll ez a programírás, de tudod mondjuk két konkrétumot mondani, ami, ami már biztosan szerepelni fog a programban? Igen, az, tehát volt egy ilyen alkalmunk, amikor egy teljes hétvégén keresztül véletlenszerűen kiválasztott szimpatizások írták a kutyapártnak a programját. Ezt a héten fogja elfogadni egyébként a tagság, és lesz benne szó mind a két dologról, amit említettem, tehát a Robin Hood alapról és a regionális fejlesztésről is, de egyébként jöttek be zöld átállással kapcsolatos ötletek, a négynapos bocsánat, háromnapos hétvége ötlete is bekerült, úgyhogy ilyenek abszolút lesznek benne. Csak az is kérdezem, mert ugye itt ugye ön beszélt korábban arról, hogy ugye itt a urbanistaként ugye városi koncepciókat, vagy ugye képviselni, illetve ugye Törlé Katalin személyben ugye oktatás ügyet is, csak ugye, hogy ezek azért alapvetően tagállami hatáskörök. Tehát, hogy például mondjuk, ha, ha mondjuk Törlé Katalin kiúta az LP-ből, ugye ön után második helyen, akkor például mit tud tenni mondjuk a magyar oktatásért európai szinten? Vannak olyan témák, amikkel az EU így is úgy is foglalkozik, tehát hogy ő tud egyébként a gyermekjogokkal is foglalkozni, és ezeknek a témáknak a feldolgozására ott is van lehetőség. Egyébként ugye a másik téma az oktatással kapcsolatban, ami aktuális, az az Erasmus. Uh -huh. Olvastam azt is, hogy kimennek, vagy már ki is mentek Brüsszelbe az úgynevezett Szájer rs és ott egy utcabuli rendeznek, vagy ez már talán múlt idő. A kérdésem az, hogy ezt, ezt aktuálisnak tartják valamiért ezt a történetet, vagy viccesnek, vagy mi az oka, hogy éppen egy ilyen programot terveztek Brüsszelbe? Igen, igen, megnéztük az ereszt is. Erről a héten fog érkezni videó. Azt gondoltuk, hogy megmutatjuk, hogy milyen egyáltalán Brüsszel és milyen az a helyszín, ahol megtörtént ez a híres eset, és ezt szerettük volna mi. Tehát ez egy sok éves. Jól tudom, tele van matricázó. ilyen magyar civilet és ellenzéki inségek is vannak mindenféle. Ez egy jó ötletnek tűnt akkor így évekkel a történtek után ezt most előhozni. Az, az egy jó ötlet szerintem, hogy megmutassuk az embereknek, hogy milyen az élet Brüsszelben, megmutassuk azt, hogy egyébként mi készülünk arra a munkára, ami ott vár ránk, úgyhogy megmutattuk az ereszt ha ellenzéki pártról beszélünk, akkor a Magyar Péterhez való viszonyulás az mostanában mindig felmerül, és ugye önök úgy fogalmaztak, hogy, és talán személy szerint ön is, hogy ő eddig csak beszélt a cselekvés helyett, Ugye egyrésztről azért ugye két hónapja van fenn a politikai palettán, másrészt hát lehet, hogy csak beszélt, viszont nyilvánosságra hozott olyan hangfelvételt, amelynek konkrét következménye lett például egy ügyészségi nyomozás, és még ki tudja, hogy uh, mi más... Uh, hogyan értékelik azt, hogy ő feltűnt a színen, és mennyire kell tartani a két farkoknak attól, hogy konkrétan szavazatot vesz el, és akár az LP-mandátum is egy vagy kettő veszélybe kerülhet? Ugye nagyon sok kutató cég azt mondja, hogy pont a két farkok szimpatizánsi táborát nyerbálhatja ő meg. Én abban hiszek, hogy ebben azért egy kicsit mások vagyunk, és itt jön képbe ez a dolog is, hogy. Én azt gondolom, hogy tényleg nem messiásra, hanem több ezer szarlapátolóra van szükség. Ez ugye erről szól, hogy mi a közösségépítésre helyezzük a hangsúlyt, ezzel foglalkozunk. <coughs> Neki is van már mozgalma, óta. meg egyesülete, meg most országot jár, tehát hogy a közösséget Absz ő is építeni. Abszolút persze, persze, de egészen más az, amikor az ember oda megy és így maga kezd el festeni, vagy valamit megjavítani, a kutyapárt erre helyezi a hangsúlyt, erre a cselekvő típusú politizálásra, úgyhogy ebben szerintem mások vagyunk. A szinte én néni interjújában az keltette fel az érdeklődésem, hogy arra beszélt, hogy az internet szabadság az egyik pontjuk, és hogy az uniónak a különböző internetes szolgáltatásokkal kapcsolatos különböző szabályzásai, ezek a relatíve úttörők néha talán egyes vélemények szerint kicsit túl is a célon. Mit ért internet szabadság alatt, és mit akarnak itt ezzel kapcsolatban elérni? Itt a közösségi programírásnak a résztvevői arra gondoltak, hogy azzal kapcsolatban, hogy a mesterséges intelligenciának a szabályozása hogyan néz ki, vagy a platformoknak a szabályozása hogyan néz ki. Ebben igazából meg szeretnék erősíteni az EU-nak a szerepét, azt, hogy a tagállamok közösen vegyék fel a harcot, akár a dezinformáció ellen is, ezek a témák ezek. Ott ugye most ugye ez a, azt hiszem, hogy az Európa, a mesterséges intelligencia, ugye, ugye egy ilyen kockázat, Kockázat központú szabályozás készült el, ha hogy ez már lassan ugye életbe is lép. Ezt akkor mi szeretnék például kiterjeszteni? Arról van szó, hogy a, akik a programírásban részt vettek, úgy érezték, hogy az EU még tehet ezzel kapcsolatban uh -huh. többet. Ugye itt a vízjelezéssel kapcsolatos uh -huh. szabályozásról, mindenféle ilyenről szó. Az emberek azt érzik, hogy ezzel kapcsolatban, hogy online biztonságban legyünk, tud még többet tenni az Unió. Hat kérdezzek rá a főpolgármester választása, önök azt mondják, hogy se vitézi, se karácsony. Ez képest vitézi Dávid kampányolt Kovács Gergő mellett. A kérdés, hogy ez, hogy tehát vitézi kampányolt Kovács mellett változtat-e az, hogy egyikük sem, illetve ha egyikük sem, akkor mi a bajuk a két jelölttel és ha egyikük sem, akkor kivezesse önök szerint Budapestet? Abszolút, igen, ez így van, hogy Vitézi Dávid is kampányolt Kovács Gergely mellett, amit nagyon köszönünk neki, de azért azt gondoljuk, hogy jelenleg mind a két jelöltre azt mondanám, hogy egyik kutya másik ebb, tehát hogy mi még így nem foglalnánk állást ez ebben a Nem egy pozitív jelző. De... <laughs> és akkor ennyi? Mi egy... múlik, hogy mikor foglalnak állást? Még nem foglaltunk állást. De fognak? Ez... Tehát a, a nap végén, nem tudom, június 5-én hogy <laughs> valamit? Erre nem tudok mit mondani. Az előbb említett, hogy világuralomra törnek, tehát hogy kormányzó képesnek tartja magukat. Hát akkor két hónappal egy fővárosi polgármester vagy főpolgármester választás előtt egy kormányzó képes pártól én elvárnám, mint szavazó, hogy azon túl, hogy mit nem, mondjon valamit, hogy de mit igen. Így van, igazából nekünk van fővárosi, vagy lesz fővárosi listánk, tehát ebben a tekintetben egyébként a kutyapárt megjelenik ebben a témában is, és így lehet majd de a... a főváros, a főpolgármester vezeti, tehát az ő személyével kapcsolatban várnám, mint kutyapárti szavazó az örök jelöltjét. Nem lesz főpolgármester jelöltünk, viszont a 12. kerületben Kovács Gergelyre lehet majd polgármester jelöltjét. Igen, de ő nem szavaz. fogja Budapestet vezetni. De ott lehet majd a közgyűlésben. Csak még egy hogy gyorsan az EP kampányra visszatérve, egy tipikusan megosztó kérdés. Kormány oldan, ellenzéki oldalon is az, hogyha felmerül az, hogy Magyarországot az Unió úgy próbálja a jogállamiság útjára visszaterelni, hogy forrásokat tart vissza, ami ugye zajlik évek óta. Egy ilyen vitában mondjuk ön, hogyha szavaznia kell az Európai Parlamentben, akkor mi mellett foglal én a mellett foglalok állást, hogy ennek a pénznek vissza kell jönni a magyar emberekhez, ugyanakkor az a fontos, hogy ha visszahozzuk azt a pénzt, akkor ne mészáros lőrincnél kössön ki. Jó, de ez praktikusan mit jelent, hogy amíg ennek nincsenek meg a garanciái, már pedig a szerint egyelőre nagyon nincsenek meg, akkor addig jogos visszatartani a forrásokat, akár így a magyar emberek kárára? Ugye ennek van egy folyamata most is az EU-n belül, illetve erről van egy vita, hogy hogyan tudják úgy kiengedni ezeket a pénzeket, hogy felhasználhassák a, a magyarok, és igazából én abban foglalok állást, hogy igenis ezt lehessen felhasználni, annak meg legyen meg a megfelelő szabályozás, hogy ez nem észáros lőrinchez jusson. az egy két külön dolog ilyen szempontból. Lé Marietta, köszönjük szépen, köszönjük hogy rendelkezésünk köszönjük. rá. kérdéseket is. Köszönöm.